Négy gyermekes családapa, 30 éve a Nemzeti Oldal rettenthetetlen harcos politikusa, a mi hazánk alelnöke, országgyűlési képviselő. Felkérem Novák elődöt, mondja el adventi gondolatait. Tisztelt hölgyek és urak, kedves karácsonyváró honfitársak! A kereszténység ünnepei közül a karácsony az, amelynek a lényege a leginkább torzult, ezért több mint 20 éve, 2002-ben az Ifjú Magyarok Egyesületeinek elnökeként kezdtem, majd 2003-tól a Jobbik szervezőjeként, 2018-tól pedig hát a Mi Hazánk mozgalom keretében folytatjuk keresztállítási missziónkat a karácsonyváró adventi időszakban, szerte az országban. A kereszténység általános jelképének forgalmas közterületekre helyezésével a fő célunk, hogy az emberek megálljanak egy pillanatra a karácsonyi bevásárlási láz miatti rohanásban, és elgondolkozzanak az ünnep valódi keresztény értelmén. A keresztállítási misszió tehát egyfajta tüntetés is népünk fogyasztói társadalommá való züllesztése ellen. Karácsony üzenete ma is az az örömhír, amit Máté evangéliumában olvashatunk, velünk az Isten. Mi azt is hirdetjük vele, hogy a kereszténység gondolatvilága minden napunk része kell legyen, így jelképesen a kereszteket sem engedjük a templomokba zárni. Ezen este is még alapján javasoltuk a hit és erkölcstan bevezetését az iskolákban, az egyházi esküvő állami elismerését, illetve magzat életvédő szívhangos javaslatunk is keresztény etikai alapokon nyugszik. Meg kell vallanunk és képviselnünk is kell hitünket, hogy ne járjunk úgy, mint akár Antal József, akitől csak a halálos ágyán tudtuk meg, hogy elvileg keresztény Magyarországot akart, a kormányzása viszont nem igazán tükrözte ezt. Apropó szívhang és magzatgyermekek. A karácsony a legnagyobb születésünnep, és közismertek a Biblia e sorai. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonnyá teremté őket. És megáldá Isten őket, és mondanékik Isten, szaporodjatok és sokasodjatok. De ez valahogy nem igazán sikerül nekünk itt a Kárpát-medencében, sőt, egész Európa hanyatlik. Magyarország 1956 óta nem zárt olyan tragikus évet a demográfia terén, mint a tavalyi év volt. A keresztállítási misszióval viszont jó néhány éve már hazafias küldetést is teljesítünk, a magyar címerben is szereplő apostoli kettős keresztünket állítjuk fel. A társadalom egyik legfőbb összetartó ereje ugyanis az egészséges nacionalizmus, a hazaszeretet, melyet szintén nem engedhetünk kirekeszteni a közgondolkodásból. Keresztállítási missziónkat sok településre nem engedélyezte a politikai vezetés az elmúlt évtizedekben, igyekeztek tiltott jelképnek nyilvánítani a keresztet, vagy legalábbis közterületi felállítását akadályozni. Mi azonban, hogy a korintusiakhoz írt első levélből idézzek, a megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg ostobaság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár görögök, Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. Tisztelt honfitársak, ezzel szemben Soproni Tamás, momentumos polgármester éveken át tiltotta, többször megbírságoltatta az itteni keresztállításunkat, megüzente, hogy csak a Hanuka gyertyáknak ad közterület használati engedélyt itt a nyugati tér frekventált részén, de az ökumenikus kettős kereszt állítást polgári engedetlenséggel így is évről évre megtartotta a Mi Hazánk mozgalom, mert azt gondoljuk, hogy Magyarország a magyaroké. A Momentum terézvárosi polgármestere korábban azzal az indokolással utasította el közterület használati kérelmünket, hogy itt a nyugati téren nincsen hely. Később nyíltan beismerte, hogy politikai alapon diszkriminált minket. Majd amikor nem hátráltunk és polgári engedetlenséggel felállítottuk a keresztünket, akkor a fővárosi önkormányzat rendészeti igazgatóságához fordult. Bizony, vannak akik szerint a keresztállítás egy rendészeti kérdés. A polgármester kiskirálykodó döntése nyomán sajnos nem meglepő, hogy tetlegességig is fajult a keresztény ellenesség. Többször megrongálták még karácsony alatt is
itt a nyugati téren felállított keresztünket a Momentumos polgármester uszítása nyomán ide vezetett a nácizásra. Nem tolerálták a nemzeti színű gyertyákat, sem ellopták azokat a talapzatról, és megtépkedték az áldott karácsonyt és boldog új évet a keresztény és magyar országnak feliratott a kereszt talapzatán. Kitartásunk azonban eredménnyel járt, a keresztállítás betiltása nyomán kialakult társadalmi felháborodások hatására idén már inkább engedélyezte a polgármester a közterület használati kérelmüket, mert látja, hogy nem tágítunk, és így is, úgy is felállítjuk. Köszönet ezért azoknak a magyar testvéreinknek, akik évről évre ilyen fagyos hideg időben is kitartóan eljöttek a keresztállítási misszió alapító ünnepségére ide a nyugati térre. Dr. Kiss Imre Szeged Csanádi római katolikus püspöki helynök az egyik korábbi szegedi keresztállításunkon azt mondta: advent, karácsony és kereszt. Hogy jön ide a kereszt? Miért nem karácsonyfát és Betlehemet állítunk? Nem rontja le a hangulatunkat egy keresztfa? Nem. A kereszt advent, karácsony legmélyebb értelmére mutat rá. Ha a karácsony a szeretet ünnepe, hát a legnagyobb szeretet a kereszten mutatkozott meg. Aki karácsonykor megszületett, annyira szeretett bennünket, az embert, hogy életét adta értünk. Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja másokért, fogalmazott a püspöki helynök, és bizony az adventi keresztállításunkon fogást keresők rendszeresen felteszik a kérdést, hogy miért nem karácsonyfát és Betlehemet állítunk inkább. A kereszt azonban elsősorban nem a húsvét, hanem magának a kereszténységnek a jelképe. Mi pedig pont arra kívánjuk felhívni a figyelmet, hogy a karácsony nem a fenyő ünnepe, vagy az ajándékozásé, hanem a kereszténységé. Krisztus eljött, hogy meghaljon értünk, ahogy János evangéliumában olvashatjuk, ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Megszületett a megfeszített, fogalmazhatjuk meg tömören azt, hogy Jézus megtestesülése és megváltó szenvedése nem választható szét egymástól, azért jött el közénk, hogy életét a kereszten szeretetből elveszítse. Elnézést kérek, hogy egy kicsit ilyen teológiai gondolatokat is ide citáltam, de mint egy katolikus pap unokája, görög katolikus pap unokája, ahol felszentelésig lehet házasodni, nos, fontosnak tartottam mégis leszögezni, hogy mi is a teológiai alapvetése a mi keresztállítási missziónknak. A kereszt tehát nem a húsvét, hanem az egész kereszténység jelképe. Nem véletlen, hogy a templomok tetejéről se szedik le a keresztet a húsvéti időszak végén. A jászol szép, de inkább talán csak a templomokba való. Nézzünk szembe a nagy magyar és főleg budapesti valósággal. A forgalmas közterületeken manapság talán csak szemétkosárnak használnak. A kereszt viszont egy felkiáltó jel az ég felé magasodva, mely felhívja a figyelmet az ünnep valódi keresztény értelmére. És keresztjeink tövében rendszerint ott van bizony egy adventi koszorú is, ahogy ezt most is tette a Mi Hazánk Mozgalom budapesti szervezete. Aki még mindig annál a teológiailag megalapozatlan kötekedésnél tart, miszerint a fakeresztek nem illenek a karácsonyhoz, hát zárásképp annak, de csak annak nem ajánlom, Nyírő József a Megfeszített című filmdrámáját. Ugyanis míg mi csak Krisztus szenvedését, és illetve megszületését és megváltó szenvedését hoztuk összefüggésbe, addig a kiváló erdélyi író 1948-ban írt művében még messzebb megy. A Trianonban ártatlanul halálra ítélt Magyarországról is Jézus megfeszítésére asszociál. A keresztállítási missziót tehát folytatjuk, hiszen ahogy mondtuk, és ahogy kiáltjuk, velünk az Isten. Köszönöm a figyelmüket!